Köszöntök mindenkit, Lessen Zsuzsanna vagyok. A mai kézműves foglalkozásunk témája a tavasz. Szeretnék nektek bemutatni néhány egyszerű technikával, illetve nagyon egyszerű kellékekből álló virágokat, illetve állatokat. Az első képünk, amit el fogunk készíteni, az egy három hóvirágból álló kis kép. Amire szükségünk van, színes állatos papír, zöld kis kartondarab, ragasztó, zöld filctól, illetve egy olló. Vatakorongokból kivágunk hóvirágokat. Szabad kézzel. Én a képemre három darab hóvirágot ragasztottam, de természetesen lehet többet is, illetve kevesebbet is, ki hogyan szeretné. Illetve még egy vattakorongot felbevágni, az az a kérdia a földnél. Tetszés szerint ragasztjuk virágokat. Én első lépésben ugye a virágokat tenném fel. Illetve a papír aljára ragasztanám ismételten két félkör alakú vattakorongot. Ha ezzel megvallnám, zöld filctól segítségével mi megrajzoljuk a szárakat. És megvallnám, és zárásul felragasztanám rá a leveleket. Itt is tesztés szerint kettő vagy három levelet is, vagy akár többet is lehet ráragasztani. Utolsó lépésként rajzolom a virágnál a zöld részt. El is készült az első képünk. Mint ahogy mondtam, igen egyszerű és gyorsan elkészíthető. Vattakorong, zöld karton, egy papír, ragasztó és olló segítségével. Szeretném nektek bemutatni, hogyan készül játszint pattogatott kukoricából. Nekem ez az egyik kedvencem, lassulni is lehet természetesen közben, és egy gyönyörű virágot is tudom készíteni. Amire szükségünk lesz, konzerves doboz, különböző színű tempera vagy akrilfesték, azt tetszés szerint ti tudjátok eldönteni, illetve kiválasztani. Én sárga akrilfestékkel festettem otthon. Szükségünk lesz ezen kívül még homokra, pattogatott kukoricára, zöld kreppapírra, ragasztópisztolyra és egy darab szívószára, illetve ollóra. Első lépésként befestjük a konzerves dobozt, mint ahogy mondtam, én sárgával szeretném. Egyszerűen vagy temperával, vagy akrilfestékkel befestjük a dobozt. A száradási idő körülbelül fél óra, míg a dobozunk szárad, az idő alatt fogjuk majd elkészíteni a virágot pattogatott kukoricával, illetve amíg minden elkészül, addig nasolhatunk is egy kicsit. Akinek ideje van, két rétegben is át lehet festeni a dobozunkat, akkor sokkal szebb színe és erősebb színe lesz. A száradás után természetesen díszíthetjük is. Én hoztam különböző kis köveket, amiben lehetne díszíteni, illetve anyagokat is lehetne rárakni. Szallagot,
illetve egy egyszerű technikával, például föltisztító segítségével kiválasztunk egy másik színt, legyen mondjuk piros, a segítségével egyszerűen pontozhatjuk. Szerintem nagyon egyszerű és nagyon mutatós. Természetesen ezt is hagyjuk száradni. És elkészítjük a jácintunkat. Zöld kreppapírra van szükségünk, amivel befogjuk vonni a szívószálat. Betekerjük. Én most két oldalú ragasztóval, de egyébként ragasztópisztolyjal is könnyen lehet rögzíteni. Betekerünk. És kész is a jácint szára. Ehhez használok fel még egy kis zöld kreppapírt, amiből kivágom szabad kézzel ismételten a leplet. Amit ragasztóval. Ez lehet technikai. Két oldalú ragasztó, ragasztóbisztoly, mert mi találhatunk meg otthon. Tehát készen van a levelünk és a szárunk, és a patokat, a kukoricát viszont ragasztóbisztolyjal fogjuk ráragasztani, és használjuk is fel. A ragasztása lassan történik, azt el kell nyomni szépen, várni kell egy kicsit, amíg megtöbb. Nagyon kell vigyázni, hogy a ragasztó pisztolytól igen csak forró lesz. Kiütöm, amíg el nem készül, hogy gyönyörű játszintunk. Elkészült a játszintunk, megszáradtak a tartóink, amiben bele szeretnénk állítani a játszintot. Én homokot hoztam ennek a segítségére. Illetve még pár követ. És nagyon mutatós a családi asztalra, illetve szekrényre, szerintem csodálatosan mutat. Akinek még nem lenne elég, akkor készítenénk egy újabb virágot. A következő virágunk kála. Tavasszal nyíló virágunk. Az elkészítése ismételten igen egyszerű, amire szükségünk lesz. Zöld kreppapír, szívószál, sárga filcka, vattakarong, vattakarongok, föltisztító percika, két oldalú ragasztó, illetve ragasztó pisztoly, hogyha csokat szeretnénk utána készíteni belőle, akkor akár egy szallaggal majd átküzdhetjük. A szívószálat fogjuk először kreppapírral körbevonni, vagy ragasztópisztolyjal, vagy két oldali ragasztóval rögzítjük. Hogyha csokrot szeretnénk készíteni, akkor ugye megcsináljuk azonnal a másodikat, illetve a harmadikat is. Elkészültek a virágok szárai. Utána vattakarongból
illetve föltisztító pálcikába fogjuk elkészíteni a virágot. Ragasztópisztollyal szépen, először első lépésként kipirkítjuk sárga filctollal gyorsan beszínezni. Lehet természetesen temperával, vízfestékkel is, kinek mi van otthon, itt a filctoll segítségével, de nagyon gyorsan, hogy ez el is készül, nincs száradási időnk. Gyönyörűen középre behelyezem ugye a fültisztító pálcikát, ragasztó pisztolyjal. Szépen bevonom. Próbáljátok meg óvatosan, hiszen hogy a ragasztó pisztoly igen forró, ha ez elkészül, ugye ebből készítünk ismételten 2-3 darabot, amekkora csokrot szeretnénk készíteni. Levágjuk a tisztító végén, ismételten ragasztópisztollyal, a szívószálba nyomunk egy kis ragasztópisztolyt, és utána szépen bele nyomjuk. És kész is lenne az első kálunk. Én készítek még egyet. Először a beszínezem. Ragasztó pisztolyjal. Ragasztom. Természetesen ugye ugyanazok a lépések. Ha elkészül kettő, illetve három darab kállavirágunk, akkor azt követően én hoztam gyönyörű zöld szallagot, fehér pöttyökkel, és csokorba tettem őket. És ajándékozhatjuk is édesanyjának. A virágok után készítettem még nektek egy katicabogarat. A bogár elkészítéséhez, a katicabogár elkészítéséhez szükségünk van piros és fekete kartonra, olló ragasztó. Először is a katicabogár alapját megrajzoltam egy konzervoló segítségével. Ide a piros kartonból még 8 darab 1 cm széles, kb. 15-17 cm hosszú piros csíkokra is lesz még szükségünk. Illetve a fekete kartonból ugye 2 kis fekete pöttyöt, kört vágtam ki. Azt lehet természetesen szabad kézzel, illetve hogyha valaki van otthon, mondjuk ragasztó, kutatjanak a tetejével is. Összeljük, majd kivágjuk. Ragasztó pisztoly segítségével fogom ráragasztani a katicabogár testét. Ugye a csíkokat visszahajtunk, körülbelül
fél milliméter. Mint a két végét. Ha elkészült a kakica bogár teste, akkor a fekete pöttyöket, így a 7 darab pöttye van a kakica bogárnak. Azokat is rárakasztjuk. Egy megy középre, ezt kezdjük majd. Ha elkészült, illetve ráragasztottuk a 7 darab fekete követ, akkor még csápot, illetve arcot is rajzolunk a katicának. Rajzolunk fehér cerzával, illetve utána kis várjuk. Egy félkör. Félkör lesz a fejem. Amire ugye ráragasztjuk a csápokat. És mehet is a katicánkra. Szemet rajzolhatunk rá, illetve én ragasztok. El is készült a gyönyörű katica bogár. Szerintem gyönyörűen mutatom a játszintunk mellett.